ünnep a kenyér. Megkérdezed a fiatalt, hogy honnan van a kenyér, azt mondja, a boltból. A mai fiatal már nem tudja, hogy a kenyér az nincs, hanem lesz. A mai fiatal a modern világban már nem tudja, hogy mi az, hogy vetés. Akkor honnan tudná, mi az, hogy aratás? Honnan tudná, hogy a kenyeret el kell készíteni? Nagyon kemény munkával. Mert mindent készen kap. Nem látja a folyamatot, és nem látja azt, hogy micsoda energia befektetés, micsoda munka, hogy a kenyér az asztalon legyen. Hogy fáradtságos munkával lehet a kenyeret előteremteni. Sőt, most már ott tartunk, hogy a kenyér eltávolodik a szentségtől, és bűnbak lesz. Ugye? Ki a kenyérrel, rossz a kenyér, ártalmas. És tessék majd megnézni az iskolában a kukákat, hogy mivel lesz tele. Segítek, kenyérrel. Szóval, ünnepeljük mi a kenyeret? Annyit küzdöttek az őseink a Kárpát-medencében, hogy legyen kenyér, és sok mindent el lehet mondani Magyarországról, a Kárpát-medencei magyar földről, hát azt nem, hogy olyan olajtermő lenne, az sem, hogy tele lenne mindenféle ásványi anyaggal. Egyet viszont tudunk, hogy a világ egyik legjobb termőföldje a miénk. Erről lemondani, meg kell nézni, hova jutunk, Ukrajnában. Lemondtak a termőföldről, háborúznak is érte. Ünnepeljük mi még a kenyeret. Jean-Jacques Rousseau, aki 260 évvel ezelőtt fogalmazott meg egy nagyon fontos dolgot, egyébként tudnélik róla, hogy ő egy genfi református lelkész unokája. Ugye milyen érdekes? Hogy Rousseau édesanyja lelkész gyerek. Nagybátyja református lelkész volt. Ezt se tudtuk. Tehát ez a bizonyos Rousseau megfogalmazta 260 évvel ezelőtt, akkor az 1760-as években látva a nagy felvilágosodás, nagy modernizálását, vagy vissza a természethez, vissza a gyökerekhez, mert ha egyszer elszakadunk a természettől, akkor embertelen emberek leszünk. 260 évvel ezelőtt megfogalmazta. Hát akkor ma mit mondana Rousseau? Mi mást mondunk? Mi azt mondjuk, vissza a templomba.